Közben piros sapkában Smiling pedig beáll. Új lovassal Tour to Paris, hiszen Stanislav Georgievnek van lovaglása, Nancsó az istálló kötelezettség gyanánt, így aztán Sutek Cseng a nyerekben Tour to Parisnál. Ő fog beállni hamarosan a startgépbe. Tavaly a derbi napon mutatkozott be a Patai Sándor emlékversenyben, aztán megnyerte a Blaskovics József emlékversenyt a nemzetközi lóverseny hétvégén, majd pedig a Szent László díja, tehát 3 start, 3 győzelem. Iron Boy 5-össel a szürkemén, ő is kap egy kapucnit. Lassan 4 perce próbálkozik a mezőny a beállással. 2 kapucnis lovunk még kint. Iron Boy, illetve Esti Fény. Benn van a Szerbló. Esti Fény a Dühös Puszta 2 istálló lova. Hevesen ellenáll, a többiek szerencsére nyugodtan várakoznak a startgépben. Minden lovagépben. Nincs még start. És start, elindult az 1400 méteres verseny, a Gróf Erdődy Rudolf emlékverseny, Tour to Paris most is helyből, gyors, ugrik ki a legjobban a gépből, de elég komótos tempóval is ott van a frontban, nem kezd gyorsan a mezőny, Smilingot várásra próbálják lovagolni, Tour to Parisval pedig gyorsít, Sutek Cseng és elmegy 2-3 hosszal vezetni, az üldözőket Please Be True vezeti, a Szent Tamásiak új lova, Esti Fény a harmadik pozícióban van, majd jön Iron Boy, Nancsó, és a mezőny végén pedig Smiling. Az ezeres tábát elhagyva 3-4 hosszal vezet továbbra is Tour to Paris, sőt most már ezt 5 hosszra se tudta növelni, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak. Smiling megkezdi az árkózást Gorán Mesetovicsal, és most már ott van a harmadik pozícióban, Please Be True mellett. A telivérek a kanyar közepén járnak most már, és még mindig Tour to Paris az éren. Tour to Paris 3-szor futott, 3-szor győzött, és most is meg lett majd 2018-ban az első futására a negyedik sikere. Azonban a verseny neheze még hátra van. Lassacskán a lovak megérkeznek a befutó egyenesre Tour to Paris vezetésével. Tour to Paris mögött szinte mindenkit lovagolni kell. Nancsó egészen könnyen kézből jön. Tour to Paris pedig a 400-as táblánál elkezdi kézzel lovagolni lovasabb. Tour to Paris nagyon nagy stílusban mutatkozhat be. Tour to Paris most már tudja növelni az előnyét. 6-7, akár 8 hossz is. A távolszapot elhagyva Tour to Paris nagyon meggyőző. Jön Esti Fény némi meglepetésre a második helyre. Tour to Paris azonban nő sem lesz veszélyes. Tour to Paris már föl is tartja lovasa, Tour to Paris a győztes, óriási stílusban, a nemzeti díj egyik favoritja lesz, Esti Fény mögött a második, Nancsó megérkezik a harmadik helyre, 2018-ban, Tour to Paris a győztes a Gróf Erdődy Rudolf emlékversenyben. Elképesztően nagy stílusban nyerte meg ez a 3 éves fűi szivadék ezt a futamot. Tour to Paris ellenállhatatlan volt, és gyakorlatilag, ahogy mondtad, feltartva nagyon-nagyon-nagyon könnyedén szórta szét a mezőny. Mögötte jött Esti Fény, illetőleg Nancsó. Hát Nancsó, akitől talán legjobban lehetett tartani a nyerő Tour to Paris híveinek, hát közel sem volt olyan ellenállhatatlan, és egyszerűen, hát tényleg, megalázta, megette, megzabálta Tour to Paris ezt az egész mezőnyt. Sutek Cseng meg jobban örült. A hetedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 2-es, 4-es, 6-os. Ismétlem, 2-es, 4-es, 6-os. Joggal örült tehát, hiszen ez egy